Sziasztok srácok, és üdvözlök mindenkit a mai Stardew Valley videóban! Folytassuk is akkor ott, ahol legutóbb abba hagytam. Most van 16-a, várjuk meg, hogy körülbelül mennyi iridium érc készül el, tehát tele vagyok, nem hiszem el. Jó, akkor ezt kidobom. 2 darab ért dobtam ki, nem baj, belefér. Ó, máshova öntöztem, na mindegy. És akkor gyorsan megnézem, hogy mi a helyzet a televízióban. Azt mondja, holnap csodálatos napos idő, tiszta és napos idő. Oké. Okay. Nem tudom, hogy egyébként mi a különbség, hogyha a fennszigeteken esik az eső és nem esik, majd biztos később kiderül. És akkor még lent megnézem, hogy itt mi a helyzet. Sárga minden. Jó lesz ez. És akkor menjünk csak ide ki. Jött egy levelem. Hoppáka. Kaptam egy kenyeret. Aj, nem hiszem el. Jó, ez nem kell most. Oké, köszönöm szépen a kenyeret. Ja, persze, hát tele vagyok. Akkor viszont le is pakolok. Bár ha már itt vagyunk, 3 darab iridium ércet szerintem először felveszek. De csak egy van. Akkor nem veszek fel. Jó, oké. Akkor ez a terv ez már füstbe ment. És a többit azt lepakolom. Aztán még összegyűjtöm ugye itt a bolygókat. Szeretnél egy kis pénzt megtakarítani a videójátékok megvásárlásával? Menj át a G2A oldalára, keress rá a megvásárolni kívánt játékra, nézd meg az eladó értékeléseit, és használd a kódomat, amit megtalálsz a leírásban. Szerezd be játékokat olcsón! G2A.com. Mert itt elég sok minden elkészült, és Robinhoz el kéne mennem mindenképpen, meg majd valahogy a fennszigetekre is, de szerintem azt majd szintén a következő napon fogom megtenni, mert ma inkább a farmmal foglalkozom, hogy azért ez is haladjon, és a halastavat szeretném végre megvenni, viszont ugye nincsen kövem. Ó, hát persze ez volt a probléma, akkor nem tudok elmenni Robinhoz, amíg nem szerzek elegendő követ. Szóval ma bányászással fogom szerintem tölteni a nap hátra levő részét. Nézzük meg, hogy milyen gombák érhetőek el. Á, sima közönséges, de legalább van egy rokgomba, meg egy lila gomba is. Azért az jó, és egy kicsit benézek itt az üvegházba, hogy itt amúgy hogyan alakultak a dolgok. Hoppá, édes, drága kő, bogyó, itt pedig valami nagyon érdekes dolog fog itt nőni. Nem tudom, hogy micsoda. Édes, drága kőbogyó. Wow, milyen jó neve van. És itt pedig egy ősi gyümölcs, ami sajnos sima lett. Na igen, hát jó lenne ősi magot venni, és egy kicsit át kéne szerveznem ezt az egészet, mert nagyon össze-vissza van, és hát nagyon csúnya, szóval lehet, hogy ha sikerül, akkor ezt a mai napon szintén megteszem. De ha már itt vagyok, akkor le kell pakolnom, mert sajnos tele lett közben a tárom. Na és akkor most jöhetnek az állatok. Ó, megnőtt a másik bocikám is. De cuker, király! És itt alul pedig hogy jó lenne utat is kiépíteni. Ha jól emlékszem, akkor van egyébként valóban eltéve utam, szóval azt mindenképpen meg kéne keresnem, hogy egy kicsit itt megcsináljam a járdát, mert az jó lenne, hogyha meg tudnám csinálni, és akkor kezdjük 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jó, ezeket mind ki tudtam venni végül is, nem is kellett nagyon számolgatni. Aha! Oké, okay, hát akkor itt vicces lesz, mert egyesével kell majd köbben ezt megcsinálnom. Ugye a helytakarékosság miatt. Jó, és akkor még egyet ide. Szuper! És akkor jöhet ez a pár darab. Na, azt mondja, ide, ide, jó. Ide, ide, és ennyi? Más nincs is, hoppá. Oké, okay. És teljesen megteltem. Na hát ez szuper csodás. Akkor viszont, amiket tudok lóról, állatokat, azokat meg is simizem, de elmegyek ide a fenti részhez, és akkor... Jaj, na nézd meg, itt nem férek át. Ide berakom a maradékot. Illetve megnőtt egy ilyen fa is, ezt is szépen kell vágni, és akkor ezt pedig a helyére elültetni. Jó, elmegyek kövekért, mert hogy ahhoz, hogy legyen halas tavam, ahhoz kell kő,
És akkor gyorsan elmegyek a kőfejtőbe, itt egy kicsit ténykedem, aztán reméljük, hogy jó pár követ sikerül kibányásznom. Bár ahogy nézem, itt most eléggé kevés a felhozatal. Sajnos, hát hogy majd a fákat is itt ki kéne vágni, hogy... azt a mindenét! Azért ez az iridiumért most jól jött, mert akkor végre ma is tudok kiégetni párat. Szóval lehet, hogy ezeket a fákat is ki kell vágnom, mert hogy elveszik a területet az ásványok elől. Na, azt mondja, akkor kezdjünk is neki. Ugye most sokkal gyorsabb. És ennek azért örülök. Ó, hát ezzel hamar végzek. Na hát szépen megcsupaszítottam itt a területet. Hát igen. Szóval inkább megyek a bányákhoz, mert hogy 27 darab kő az semmire nem elég. És szerintem, ha már itt vagyok, akkor én inkább erre a 70-es szintre jövök le. Aztán... És ami lesz... Jó, hamar legyilkoltam itt a... ezt a csontvázat. Na, eddig... egy darab kő az igen a 10-ből. Na, én egy ilyen babos fondüt ezt mindenképpen megeszem. Ezt pedig gyorsan összegyűjtöm. Na most ez a babos fondü, ez... én ezt nem is értem most ezzel, mi lehet. Tehát az energiát az csak ennyire vitte fel. Hát az nem túl sok. Konkrétan alig. Ezt az akvamarint azért jó lenne. Így van. Összegyűjteni. És hát valamitől ugye meg kellett válnom, az pedig a csontszilánk lett, mert azt azért annyira nem szoktam felhasználni. Tudom, hogy múltkor már rájöttem, hogy mire kell, de azt annyira nem használom, mert el is felejtettem, azóta látjátok, hogy mire kell, szóval most attól megváltam, hogy mást el tudjak raktározni. Na mennyi van? Kőből 81. Semmi, hát nekem 200 kell. Ráadásul azért még ennél többnek is jóval örülnék, hogyha több lenne. Mármint, hogy örülnék, hogyha jóval több lenne, na. Ahhoz képest, hogy elvileg a babos fűzőt én megettem, de szerintem nem ettem meg, gyerekek. Szerintem én nem ettem meg, vagy nem tudom, mi lett vele. Fura. Mert ugye nem jött fel, mint ez, mert hogy nem biztos nem ettem meg. Lehet, hogy véletlenül kidobtam. Úristen, majd vágásnál kiderül. Jaj. Na jó, hát mindegy. Ez van. No, hát be is fejeztem, mert már 00:30 van, szóval visszamegyek a busz megállóba, és gyorsan lefekszem aludni, de összesikerült gyűjteni ugye a 200 követ, 214-et, szóval azért az egész jó, maradt 15 darab, mert ugye van egy itt, talomban itthon, és akkor holnap szerintem az lesz az első, hogy miután mindent elintéztem a farmon természetesen, azután gyorsan elmegyek Robinhoz, és akkor ezt megveszem, és kaptam 5568-at, ez nagyon jó, aztán pedig a Fennszigetekre. Elbaktatok, és megnézem, hogy ott mi a helyzet. Na mi van ma? Szem születésnapja, na hát neki is kéne venni amúgy egy pizzát, szóval nem tudom, hogy most akkor a mai tervből mi lesz, amit elmondtam, mert azért vele jó lenne jóba lenni, itt pedig 6 darab iridiumért, ez nagyon jó. Na, sikerült félrelocsolnom. Nagy szél és villámlás, tiszta és napos idő. Itt pedig megtesznek, hogy mi volt? Mit tesznek? Meg megnehezítsék. Ja, oké. Ennyi. Jött egy levelem, nézzük csak meg. Ó, üdvözöl, legfiatal tanonc. Ezen csomagba egy misztikus tárgyat helyeztem el. Okosan használd. Ó, hogy egyelek meg. Ezt ide berakjuk. Köszönöm szépen. Ilyenkor miért nem lehet amúgy eldobni? Annyira jó lenne, de valamiért nem engedi. Nézd meg! Mész innen! Azt a mindenit! Fú! A mindenit a madárkának! De nem örültem most ennek! És elfogyott a szalma széna. Szalma széna. Melyik? De elfogyott az a lényeg, amit esznek, és az nem jó. Na várjatok. Ó, hogy ennyi volt. Hát a szíves, akkor... itt egyesével tudom majd megcsinálni. Jó, akkor ide ki, ide be, vissza. De jó. Jó, vissza. Király. Na hát ez csodálatos. Nem viszem el, akkor Márnihoz is el kell mennem. Jó, oké, gyorsan mindent megcsinálok. Ne aggódjunk. Na most gyorsan akkor elmegyek Márnihoz. Ó, viszont ezt...
Muszáj kivágnom. Jó. Nem Márnihoz, Robinhoz, bocsánat, Robinhoz. Utána Márnihoz. Csak ugye ezt a halastavat már tényleg nagyon régóta szerettem volna. És tényleg az az érzésem, hogy valamit nem hoztam el, valami alapanyagot, és ezért vissza kell mennem. Hát remélem, ez nem így van. Jó. De, és akkor remélhetőleg... Házfejlesztés? Nem. Közösségi fejlesztés. Ilyen is van. Hoppáka. Akkor azt majd mindjárt megnézem. Nem hoztam hínát és algát. Annyira tudtam. Na mi ez a... Azt a mindenit. Wow. Van ilyen házfejlesztés. Sarokszoba. Egy szobát ad hozzá a ház északkeleti sarkához. What? Micsoda? Azt az eget. Nem akarom eltállítani mégse. Hát ez nagyon menő. És van még ilyen... Jaj, nem ezt akartam, hát ez most nagyon meglepett. Van még déli szoba hozzáadása? Wow! Hálószoba megnyitás, ami itt. Ja, ezt nem akarom megnyitni. Hát ez marhára menő. Oké, na, azt mondja, közösségi fejlesztés. Micsoda? Szeretnél Pamnek építetni egy házat? Ez egy remek ötlet. Csak adj nekem 950 fát és 500 ezer gét! Amúgy igen, szegény Pam, hát tényleg ő lakókocsiban él. Akkor akarok. Ez a következő cél. De 500 ezer gé? Hát az rengeteg. Az rengeteg. Az nagyon-nagyon sok. Jó ég. Na mindegy, hát majd valahogy csak összeszedem. Szóval szerintem ebből most akkor nem lesz fenn szigetezés, mert meg kell néznem ezeket az új szobákat. Hello Robinka, akkor ott tartottam, hogy farmépületek fejlesztése, és bizony, ez kell hozzá. Épület festése, na mindegy, építés. Mondjuk ide lentre, erre a részre. Ugye? Itt vannak, nem, itt vannak a halastavak, bocsánat. Azt mondja, te. Hát ezt nem hiszem el. Jó, akkor ide lesz. Lerakva. Mondjuk, nem tudom, ide. Jó lesz ez itt. El van. Oké, akkor holnap reggel nekiáll. És ennyi, már nincsen más a lehetőség. Na jól van, srácok, hát ez nagyon meglepett, hogy vannak ilyen lehetőségek. Ha már erre vagyok, akkor pedig én eljövök, és megnézem, hogy mi ez a sok kukac itt lent. Egy kicsit barangolok, mert ezer éve nem voltam itt. Viszont Márnihoz el kell mennem. Az eszembe jutott, mert nincsen az állatoknak elesége. És hát az nagyon nem jó. Szóval azt meg kell oldanom. Remélem nyitva van szerdán. Kedden nem szokott ott lenni, ugye? Rosszul emlékszem. Ó, nem tudom. Ó, mindegy. Majd mindjárt kiderül. És itt van. Oh, de jó, oké. Készletek vásárlása. Széna. Jó, sokat veszünk. 200-300-ig elmegyek. És akkor egy ideig nem kell vele foglalkoznom. Jó. Jó sokat költöttem mondjuk szénára, de nem baj. Itt volt egy kukacka még, ezt így kiszedném. Csirkeszobor, hát természetesen. És lehet, hogy majd ide át fogom telepíteni ezt a halastavat, hogyha meg lesz építve. Viszont ahhoz ugye ezeket innen el kell távolítanom, mert sajnos pont nem fért ide. És most egy kicsit mérges vagyok emiatt magamra. De mindegy, majd úgyis át lesz helyezve. Azt ez ananász. Ó, azt a mindenit, egy édes és savanykás trópusi élvezet lett ananászom. Na most várjatok, ebből az ananászból majd tudok magvakat készíteni még? Az nagyon jó lenne. Jó, ez itt rendben van, és igen, itt kéne ezt áthelyezni, hogy ne legyen már ilyen össze-visszaság az egész. Azt mondja ide, és ide. Oké. Ez itt rendben van. Na, ez van rossz helyen sajnos. És azért ez egy nagyon fontos gyümölcs, ezt nem hiszem el. Na jó, mindegy. Majd valahogy megoldom. De ezt most nagyon össze-vissza raktam le sajnos. Na és akkor ezt az ananászt akartam megnézni. Édes drágakő bogyó. Ez messze a legédesebb dolog, amit valaha is szimatoltál. Jó.
Ezeket le akartam rakni ide, és még ezt is, viszont az ananászt, azt be kéne rakni a sokszorosítóba. Ide be lehet rakni? Na, ná! Nem tudom, hogy voltam-e már a legédesebb ízzel ott lent a keményfás résznél, mert hogy ez a szobor mindig azt mondta nekem, hogy a legédesebb íz kell neki. És szerintem ő erre az édes drágakő bogyóra gondolhatott, szóval kíváncsi vagyok, hogy mi lesz így ennek az eredménye. Már hogyha nem voltam itt azóta. Az a baj, nem emlékszem. De szerintem nem voltam. No, nézzük. Hoppá, hoppá! És nem voltam itt azóta. Mi történt? Kaptam egy ilyen sztárcsillag gyümölcsöt, vagy mi csodát? Megnőtt az energiaszintem, hogyha láttátok itt a jobb alsó sarokban az E-t. Találtál egy csillaghullót, bocsánat, akkor csillaghulló. Furcsa, de az íze valamiért erre emlékeztet téged. Hamburger, hát ez a kedvencem. Megnőtt a maximális energiaszinted. Azt a mindenit. Na, itt fog épülni ugye az új halastó, és akkor ebben majd lazacot tervezek tenni, viszont nem tudom, hogy hol lesz lazacom. És egy darab ananász magvacskám lett. Az nem túl sok. Na mindegy, szerintem én ezt időközben elültetem azért, hogy azért nőjön majd így az üvegházban, és lehetőleg jó helyre, mondjuk oda. És akkor, kéne egy minőségi trágyával meg öntözni mindenképpen, vagyis hát megtrágyázni, akkor ezt gyorsan még beszerzem, az itt lesz felül, egy darab, köszönöm, és remélhetőleg ez majd hozzájárul ahhoz, hogy jó, többet is tudjon termelni. Na jól van, hát nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a videóban is. Egyébként itt láthatjátok, hogy lett 2 új szobám, bár nem tudom, hogy ezeket mire fogom használni, illetve hoppá, itt is van egy bejáró, na várjatok. Igen, ezt mondjuk így át kéne tenni, mondjuk nem tudom, ide akkor áttesszük, mert hogy ez így tök jól néz ki, király. És akkor a másikat is, mert szerintem van egy másik, nem? Vagy nincsen? Ezért rosszul emlékszem. Nem, szerintem nincsen. Jó, mindegy. És hát jó lenne valamikor megházasodni is. Mert hogy gondolom, ezek a szobák arra is jók, nem? Egy kicsit így több gyerekszoba legyen, meg berendezzem őket. Na mindegy, szóval menjünk el aludni. Nem tudom, hogy mennyit kerestem, nem emlékszem már rá, hogy mennyit tettem be, de szerintem annyira nem sokat. 2700 pont azt a mindenit azért az. Hát jó. Jobb, mint a semmi. De hogy tök jó, hogy ilyen kerek lett. Na jól van, srácok, hát remélem, hogy tetszett nektek ez a rész. Szegény szemnek elfelejtettem. Nem is az, hogy elfelejtettem, mert el is felejtettem, meg nem is mentem el igazából, igen. Na jó, elfelejtettem az a helyzet. Mindegy, ez van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, remélem, hogy tetszett nektek a videó, a következő részekben találkozunk. Addig is legyetek jók. Sziasztok! Vigyázzatok magatokra!